Az üveg csinos anyag, fénnyel kelleti magát, és leginkább a drágakövekhez hasonlít. Hefter László, Ferenczi Noémi díjas üvegművész, restaurátor szavai ezek. Köszöntöm az idén 80 éves Hefter Lászlót, aki tavasz óta a Magyar Művészeti Akadémia Győri Regionális Munkacsoportjának elnöke. Hefter úr, vissza tud-e emlékezni az első alkalomra, az első találkozásra az üveggel, ami ezek szerint rabul ejtette, és azóta se szabadult tőle? Nem könnyű, de vissza tudok emlékezni, ugyanis 8. osztályos koromban Budapesten egy telepi utcai iskolába jártam, ahol az egyik tanár, Sákhelyi Alajos, több könyvet is írt az üvegről, az üvegművészet történetéről, az üveges iparról, a magyar üveges iparról. És ő beszélt először az üvegről, persze ezután elfelejtődött, és gimnazista koromban a nyári munkán, egy nyári munkán, 500 forintért egy olyan helyre kerültem, ahol üvegtechnikusok dolgoztak a fővárosi neon berendezéseket gyártó vállalathoz. És itt nagyon megfogott az, hogy a mesterek milyen hihetetlen kézügyességgel, szeretettel és mesterségbeli tudással állnak hozzá ehhez az anyaghoz. És ez a nyári munka után megkértek engem, hogy te olyan ügyes vagy, mert persze én rögtön kipróbáltam, hogy lehet az üveget gázlánk fölött alakítani, hogy hát maradjak itt és tanuljam meg ezt a szakmát, mert pont ilyen ügyes emberekre van szükség. Világ életében azt lehet mondani, hogy a maga ura volt, hiszen 1974 óta, ha jól tudom, szabadúszó művész. Mit jelentett ez a szabadság az alkotó ember számára, és mit a kultúra szervezőnek? Hát erre nem könnyű válaszolni, mert egy művész, mint én, ugye mindig feladatokat teljesít. Hát Tóth Árpád tanított ugye középiskolában, igen. És utána leült, és a maga világába helyezkedett. Tehát ehhez képest igen. Ez egy jelentős tehát szabadság. Amikor dolgozom igazán, akkor jönnek a gondolataim, és azok alakítanak, és azok próbálnak megfogalmazni bennem olyan elveket és szemléletet, szellemi és fizikai hozzáállást, ami ehhez a művészeti pályára szükséges. Mi az oka annak, hogy az üveg az utóbbi időben, sőt azt lehet mondani, hogy az elmúlt negyed században divatba jött, vagy talán már korábban is, ezt majd ön jobban tudja. Tehát most már vetekszik a népszerűsége a kerámiával. Hát ennek talán az is oka, amit először mondott, hogy az üveg nagyon csinos, és fényekkel, optikai játékokkal, tükröződésekkel tetszeti magát, és valahol a drágakövek ragyogását adja. Tehát önmagában is egy látványos anyag. De ettől függetlenül a látványosságon azért egy művészi megközelítésnél túl kell lépni, és hozzá kell adni olyan szellemi és fizikai mesterségbeli szakmai dolgokat, amiből valami olyasmi derül ki, ami túllép ezen a bizonyos látványosságon, és az üveg jelentését olyan irányban változtatja, amit át tudunk adni, amivel élményeket tudunk biztosítani annak, aki nézi. És annak, aki nézi, abból élmények alakulnak ki, és olyan belső meditatív magatartás és állapot, amiben ő felfedez saját magába olyan tulajdonságokat, ami idáig nem volt. Tehát a jobbik felünkről szól általában az, amit mi szeretnénk, ha másokban is megjelenne. Ön Budapesten született, és aztán Győrben kötött ki, talán még nem is tudta akkor, hogy egy életre elkötelezte magát Győr és a környék mellett. Miért? Tulajdonképpen, amikor először Győrbe mentem, előtte sose jártam Győrbe. Tehát egy ismeretlen hely volt számomra. Hát ez nem először fordult elő az életemben, mert az iskoláimat is az egész országban végeztem, tehát majdnem 9 helyen jártam iskolába. És egyből otthon éreztem magam. Tehát belekerültem egy olyan családba, egy olyan művészeti és baráti közegbe, ahol olyan társakat találtam, akivel el tudtam beszélgetni a különböző problémáimmal, és ezek a barátságok végül is áthatották azt a tevékenységet is, amit én végeztem.
És ez persze egy szellemi kincs is az, amit a különböző művészeti ágoktól kapunk. Tehát az kevés, hogy én üvegművész vagyok. Nagyon nagy szükségem van arra az irodalomból, a színházból, a filmből, a fotóból, fotóművészetből. Tehát a különböző művészeti ágakat is valahogy bele tudjam szőni az én munkásságomban. Ha nem is beleszőni, de odafigyelve kapni onnan olyan impulzusokat, amivel én magamat jobban meg tudom valósítani. Melyek azok az üvegmunkái, amelyekre talán a leginkább büszke? Hát az üvegmunkáim több területet fognak át. Hát akkor csak ilyen tallózásszerűen kiemelve egyet-egyet. Leginkább színes üvegablakokkal foglalkozom. Tehát olyan jellegű művészeti alkotásokkal, amik a belső tér atmoszféráját változtatják meg. Tehát létrehoznak ott egy olyan állapotot, ahol az emberek jól érzik magukat, vagy hogyha vallási közegről van szó, egy olyan meditatív atmoszférát, amiben közelebb kerülhetnek Istenhez szó szerint, és vele valamilyen fajta párbeszédet folytathatnak. Tehát a hitüket valahogy megerősíthetik és megvalósíthatják. Tehát, hogyha a legjelentősebb munkáimról beszélek, azok általában egyházi épületekhez kötöttek. De nem feltétlenül csak templomokhoz, hanem iskolákhoz és más olyan kulturális intézményekhez, ahol vagy csak nem csak kulturális intézményekhez, hanem az egyházhoz kapcsolódó területekhez, mint egy ravatalozó. De készítettem olyan üvegablakokat, amik viszont középületekbe kerültek. Tehát a középületbe valósítanak meg olyan légkört, ahol az emberek, akik ott dolgoznak, egy kicsit feloldódhatnak és találhatnak a megnyugvásra valamilyen fajta érzést. Egy dolog beugrik nekem, a Gellért szálló jellegzetes előtetője. Úgy tudom, hogy ez is az ön munkája. Igen. Hát ez az egyik első munkám, akkor még ilyen az üveggel és a fémmel közösen dolgoztam. De utána átálltam inkább azokra a munkákra, amik, ahogy az előbb említettem, középületekben vannak. Ilyen például főleg Győrben az Aporiskola, ahol egy égi és földi találkozás című üvegablakot készítettem, ami 40 négyzetméter nagyságrendű. A idősek otthonába készítettem üvegablakokat, és nagyon sokat, tehát felsorolhatatlan, amit több száz négyzetméter üvegablakot csináltam, olyan, ami új, és kapcsolódik a régihez. A régi üvegablakoknál pedig, ott végül is arról van szó a restaurációnál, hogy valahogy megmentsük azokat a nemzeti kincseket, amit az elődjeink ránk hagytak életük értelmeként és értékeként. Ezekre nagy szükség van, mert kiinduló pontok minden művésznél, hogy megvalósíthassák azokat a szakmai és érzelmi gondolatokat, amik bennük születnek. Ilyen volt, és úgy indult a restaurálási professzionista vállalkozásom egy körülbelül 10 éves felkészülés után, hogy elkészítettem a Pannonhalmi üvegablakok restaurálását, a Mátyás templom üvegablakok restaurálását. Tehát az apátság üvegablakairól van szó? Igen, az apátság, igen. A Mátyás templom üvegablakainak restaurálásában dolgoztam. A Szegedi Dóm üvegablakainál, a Nemzeti Bank üvegablakainál itt Budapesten. És sok más olyan helyen is, kisebb falusi közösségek templomaiban, ami, és természetesen magáremberek otthonaiban is, ami nem esik annyira bele ebbe a nagyon ismert területekbe. Ha már a restaurálásba így belementünk, in medias res, igaz az, hogy ön autodidakta módon tanult restaurálni? Igen, mert a főiskolán ezt nem tanították. De nekem a diplomamunkám is üvegablak volt, és ahhoz, hogy az üvegablakkal egyáltalán foglalkozzak, és megtanuljam azt a fajta türelmet, és gondosságot, és szöszmötölést, ami azzal jár, annak az elkészítésével, ahhoz meg kellett ismerem ennek a szakmának a történetét. És ebbe a szakmának a történetét csak úgy tudtam megismerni, ha elolvastam a szakirodalmat, elmentem olyan műhelyekbe itthon és külföldön, ahol még fellelhető volt bizonyos fokig valamilyen mesterségbeli
tanulási lehetőség, és egy 5-10 éves időszak volt a 70-es és 80-as évek közepéig, ameddig igazán vállalkozni mertem arra, hogy igazán komoly restaurálási munkákat végezzem. Ez a bizonyos 10 éves szakasz, amit az imént említett. Igen, ez egy 10 éves szakasz volt. Tehát egy tiszteletre méltóan hosszú felkészülési időt hagyott magának, miközben az üvegművészeti igen. tevékenysége az igen, mert a 70-es évek közepére, a 80-es évek elejére ez a szakma szinte teljesen kihalt. Nem voltak mesterek, nem voltak műhelyek. Ugye az egyház volt a fő megrendelő, és az egyházi templomokra nem volt pénz a rendbe hozni az üvegablakokat. És a 90-es évektől pont ezért volt rengeteg olyan jellegű munkánk, amiket föl is soroltam, ahol erre nagyon szükség volt. Ezt a ma már elhíresült restauráló műhelyt fiával közösen viszik. Vajon jelentheti-e az, hogy megvan az utód, ugyanis nagyon sok olyan családi vállalkozás, amely a rendszerváltozás után indult el, azzal a gonddal küzd, hogy az első generációs vezető most már átadná a stafétabotot, de nincs kinek. Az önök esetében hogy néz ez ki? Hát ez úgy nézett ki, hogy a fiam először közgazdasági egyetemet végzett, és hát persze közben dolgozott a műhelyembe, az a legalapvetőbb fogásokat ott megtanulta. De az egyetem után azt mondta, hogy ő nálunk szeretne dolgozni, és akkor mondtam neki, hogy hát piacskám, szakmunkás vizsga nélkül itt nem tudsz mit kezdeni. És akkor letette a szakmunkás vizsgát, utána az Iparművészeti Egyetemen is elvégzett egy ilyen továbbképző részt, és utána jött be igazán a 2010-es évektől a műhelyembe dolgozni. És mondhatjuk azt, hogy előttem az utódom, tehát? Hát mondhatjuk, mert ma már ő is művész, tehát hivatalos státuszban is művész, és a galéria ügyeit ügyvezetőiként ő irányítsa is, én vezeti, én csak ilyen művészeti tanácsadóként vagyok jelen. És a mentor. A mentor, és a saját munkáimra próbálok koncentrálni, főleg tervezés szinten, a kivitelezés szintjén pedig őtől azért kapok segítséget. Pannonhalmán a Bencés apátság tőszomszédságában van a Hefter László nevét viselő galéria. Úgy tudom, hogy ez egy meglehetősen különleges kiállító hely az üvegművészeknek és az üvegművészeti alkotásoknak egy érdekes tárháza van ott. Miért? Nem tudom, de én nekem gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt a közösségért való valamilyen fajta tevékenység. És amikor Pannonhalmán dolgoztam a 90-es években, közel 94-től 2000-ig, akkor megismertem a környéket, az embereket, és az ott lévő környezetet is, és ahogy ott sétálgattam, lehetőségem volt arra, hogy megvásároljak ott egy parasztházat először. Azon a pénzen, amit az apátságon kerestem, szó szerint. Nem olyan szépen hangzik, de... És megvásároltam, ott rendbe hoztuk. Először csak olyan céllal, hogy esetleg hétvégeket ott töltjük, mert a győri műhelyen volt a fő bázisom. De utána fokozatosan egyre inkább azt éreztem, hogy ott van egy nagy, hatalmas területünk. Több mint 10 000 négyzetméteres nagy szántóföld, hogy ide kéne valamit. Tehát meg kéne valósítani azt az álmaimat, egy olyan állomást, amiben ha bejön valaki, akkor kap a művészettől a lelkébe, szó szerint a lelkébe egy pecsétet. Hogy itt valami olyasmit kaphat, amit ő, az ő lelke, az ő érzelmei, valami jobb irányban fordulnak. És 2006-ban volt egy olyan vidékfejlesztési pályázat, amire tulajdonképpen pénz nélkül pályáztunk. Volt 100 000 forintunk, de a pályázatot beadtuk, és nyertünk 10 millió forintot. És erre a 10 millió forintra tudtunk felvenni bankhitelt, és ebből a bankhitelből fölépítettük a galériát. Tehát 2007 óta működünk közel 300 négyzetméteres területen
egy folyamatos üvegművészeti kiállítással, és most a PIAM kezdeményezése volt az is, hogy a műhelyünk egy részét is oda vittük ki. Az ön nevét viseli a galéria, de gondolom nem csak az ön munkái láthatóak ott. Nem, közel 50 hazai és nem, nemzetközi művész munkái láthatók, sőt, egy gyűjteményünk is van, és a gyűjteményünkben olyan jeles művészek munkái is vannak, mint a Bohus Zoltán vagy a Lugosi Mária, és nagyon sok olyan üvegművész, aki már nincs köztünk. Tehát tőlük a galériánk működéséből és a vállalkozásunk működéséből igyekszünk vásárolni munkákat. Tehát, hogyha véletlenül eladunk valamit, azon vásárolunk munkákat, és egy gyűjteményt is kialakítunk. A közösség fontosságát azt többször is emlegette a beszélgetés során is. Idén tavasszal megalakult a Magyar Művészeti Akadémia regionális munkacsoportja 7 régióban, többek közt Győr és nagy értelemben vett környékén is, mert elég nagy az a terület, ami önökhöz tartozik. Miért vállalta az elnökséget? Hát Győrben 5 voltunk, akadémikusok. Abból egy a kis János, mivel ő a vezetőség tagja, kiesett, és maradtunk 4. És a 4 valahogy közfelkiáltással azt akarták, hogy én legyek. De hiába mondtam, hogy én már öreg vagyok ehhez, és ide fiatalabbak kellenek, de elég fiatal vagy mégis egyáltalán nem látszol annyinak, amennyire. Ez igaz. Amennyi vagy. Hát ezt én nem hittem el, de valahogy, nem udarolni, de valahogy kötelességből úgy gondoltam, hogy én ezt erre a 2 évre mindenképpen elvállalom, és megpróbálom azt a fajta kapcsolatrendszert, ami a galériával, a munkáimmal, a restaurációval, és azzal a fajta érdeklődésemmel, ami a művészethez köt, valahogy összefogni, és ebből valami olyasmit kihozni, ami ennek a régiónak valamilyen olyan mozgásteret ad, hogy felfedezzünk olyan művészeket, akik egy kicsit visszahúzódóbbak, akik kevésbé vannak a reflektorfénybe, vagy a itt lévő akadémikusokkal próbáljunk kialakítani egy olyan közösséget, amiben érvényesülnek azok az elvek, amiért maga a Magyar Művészeti Akadémia van. Tehát, hogy a kultúra kiszélesedjen ezeken a perifériás területeken is, tehát nem vagyunk perifériások, ezt nem szó szerint értettem, mert korán sem vagyunk azok, hanem a Budapesthez kötöttség az változzon meg egy kicsit. És ezt az elvet én mégis nagyon jónak tartom, és nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak a közvetlen környezetünkben fejtsünk ki kulturális tevékenységet, hanem azt a hitet, ami bennünk van a munkánkhoz kapcsolódva, azt ki tudjuk terjeszteni a felvidéki részekre, a határmenti területekre, a Győrhöz kapcsolódó megyékre. És a programjainkban ezt próbáljuk meg is valósítani. Tehát az első dolgunk az volt, hogy körülnéztünk Vas megyében, Zala megye egy részében, Komárom-Esztergom megye egészében, és összegyűjtöttük azokat az embereket, akikkel mi esetleg egyfajta olyan építkező párbeszédet tudunk folytatni, ami segítheti a munkánkat. Hát az eddigi időszakban ez valósult meg. De azért a programjaik is elindultak. És szépen. A programjaink is elindultak, és a 2023-as programjainkat már el is fogadta a közgyűlésünk, és remélhetőleg sikeresen meg is fognak valósulni. Most éppen azon dolgozunk, hogy a 2024-re még ennél is sokkal jobban felkészüljünk, és sokkal szélesebb és tágabb perspektívába tudjunk támogatásokat, segítségeket adni, vagy megmutatni az MMA művészeinek azt a fajta tevékenységét, amivel ők ezt a kultúrát kiszélesíthetik. Hefter László, én azt kívánom önnek, hogy az a közösségépítő attitűd, magatartás, ami egész pályáját jellemezte, az most a regionális építkezésben is teljesedjen ki. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.